önmagában diszkriminatív, ha a bírói kart bizonytalanságban tartja a kormány a nyugdíjkorhatárral kapcsolatban. Így reagált Flek Zoltán arra, hogy a miniszterelnök José Manuel Barrosóval való tárgyalása után azt mondta, szeretné, ha az Európai Bizottság megjelölné, miért tartja hátrányos megkülönböztetésnek, hogy az új alaptörvény 70-ről 62-re szállította le a bírák nyugdíjkorhatárát. Emiatt az idén 274 tapasztalt szakember hagyja el az ítélkezést. Számunkra ez nem egy igazságszolgáltatási kérdés, hanem egy nyugdíjkérdés. A miniszterelnök szerint a költségvetési hiány és a gazdasági rendszer gyengesége egységes nyugdíjszabályt kívánt. Ez a kormány számára alapvető, mondta a bizottság elnökének. Elmondtuk, hogy a közszolgáknak egy általános nyugdíjkorhatár az érvényes a jövőben, és azt kértem, hogyha úgy gondolják, hogy itt bármilyen diszkriminatív elem van a bírák felé, akkor azt mutassák ki, tárják elénk, és mi azt meg fogjuk szüntetni. A felvetés politikainak tartom. Flek Zoltán szerint a bírói státusz védett. A bizottság a korhatár leszállítását nem választott el a bírói szervezet függetlenségére vonatkozó kritikáitól. Az általános korhatárnál rövidebb vagy hosszabb is lehet a nyugdíjkorhatár, például az egyetemi tanároknál ez ma is 70 év. Nem mindegy viszont, hogy milyen munkavállalóról van szó. Milyen eljárásban, milyen gyorsasággal, milyen átmeneti szabályokkal hoztak az éppen ítélkező bírói kar vonatkozásában szabályokat. Tehát ugye képzeljük el azt a bírót, aki most 63 évesen még rendelkezik egy, legyünk nagyon földhöz ragadtak lakáshitellel, és számított arra, hogy még 7 évig aktív bírói fizetést kap, és hirtelen egyik napról a másikra, vagy egyik hónapról a másikra ez kiesik, ez a jövedelem. A bírák esetében úgy került be az alaptörvénybe a 62 év, hogy 2014-től 6 év alatt a kormány fel akarja emelni az általános nyugdíjkorhatárt 65 évre. A bírák tehát szemben a kormány főállításával 3 évvel korábban mennek majd nyugdíjba 2020-tól, és ez a szakértő szerint bizonytalanságba tartja az egész bírói kart. Az Európai Bizottság a kötelességszegést abban látta, hogy az egyenlő bánásmódra vonatkozó uniós foglalkoztatási szabályok tiltják az életkoron alapuló hátrányos megkülönböztetést. A bíróság joggyakorlata értelmében objektív és arányos indokok kellenek a bizottság szerint ahhoz, hogy egy kormány úgy dönthessen, valamely embercsoport nyugdíjkorhatárát leszállítja, míg a többiekét nem. Magyarország esetében a bizottság nem talált olyan objektív indokot, amely alátámasztaná, hogy a bírák és az ügyészek más csoportoktól eltérő elbírálás alá essenek. December közepén ez ügyben tájékozódott Viviana Redding, alapjogi biztos Navracsics Tibornál. Ő a nyugdíjszabályok egységesítésére hivatkozott, tegnap előtt pedig a köztévében közölte, nem hiszi, hogy módosítják az alaptörvényt. A nemzetközi jogász szerint a legtöbb ilyen eljárásban a tagállamok elfogadják a bizottsági véleményt. Jogalkotással eleget tesz a bizottság kérésének. Ha ez nem történik meg, akkor a bizottság lezárja az eljárást, indoklással ellátott véleményt bocsát ki. Ezt követően a tagállamnak még mindig van lehetősége arra, hogy ennek megfelelően járjon el, ezt megfogadja, ami ebben a véleményben található. Ha nem tenné, a bizottság ezt követően kéri az Európai Bíróságtól, hogy marasztalja el a tagállamot.